Hölgyeim és uraim! Egy olyan élmény, vagy olyan tapasztalatról akarok beszélni, és annak megmutatni a művészeti történetét, de ezek mindig elmennek, itt kell kezdeni, amely mindannyiunké. Mindannyiunké, és mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk magyarok, hogy az egyik legnagyobb magyar vers erről az élményről, vagy erről a tapasztalatról szól, Kosztolányi Dezső hajnali részegsége. Felnézünk az égre, és ez mintegy kizár bennünket a világból, kizár bennünket a mindennapi életből, és találkozunk olyan gondolatokkal, vagy olyan benyomásokkal, olyan élményekkel, amelyek egzisztenciális helyzetünkre, a lét értelmére vonatkoznak, amelyek figyelmeztetnek a végességünkre, esetleg Istenre, mint ebben a versben látható, az égben bál van, minden este bál van. És ami különös, magára a történelemre is, hiszen ebben a versben van az egyik legmélyebb és legszebb sora a magyar költészetnek, amikor arról beszél a csillagokról szólva, hogy ők, akik látták Hannibál hadát, és most látnak engem. Ugye? Tehát ez a végtelenség érzés, hogy ugyanezek a csillagok voltak a történelem kezdetétől, és látták mindent, tapasztaltak mindent, hogy megéltek mindent, vagy ez alatt éltünk meg mi emberek mindent, amit az írott történelem és a még korábbi történetek elmondanak nekünk. És mégis magának ennek a tapasztalatnak az önálló és elkülönülő ábrázolása meglepően késői. Meglepően későn jelennek meg olyan versek, amelyek csak önállóan a táj tapasztalatáról, a természet tapasztalatáról szólnak, és meglepően későn jelennek meg olyan képek, olyan festmények, amelyeket tájképeknek nevezünk. Az első, amit mutatni akarok, és akkor most igen. Ez 14. századi kép, Giotto. Giotto képe, amelyet éppen azért akarok megmutatni, mert mint látják, ebben a természet szinte alig látszik, vagy alig van valami. Ugye nem sokkal korábban még a szentképeknek a hátterében arany alap volt. Az arany alapról jött elő a szent cselekmény, a szent történet, ebben az esetben Mária és a gyermek, illetve Szent József Egyiptomban. De amikor ez az aranyalap megszűnik, és a hátteret ki kell valamivel tölteni, akkor megjelenik a táj, de ennek a tájnak még a táj empirikus tapasztalatához vajmi kevés köze van. Ezek sematikus sziklák, sematikus fák, amiket itt látunk. És ugyanezt lehet elmondani magával az első írott nyomával a tájtapasztalatnak. Lehetne, hogy április 26-a legyen, ha van ilyen, a turizmus világnapja. Ugyanis ez az első írott és ismert eset, amikor egy jelentékeny ember, Francesco Petrarca, a nagy költő, elhatározza, hogy megmászik egy hegyet, a Mont Ventoux, a Szeles hegyet, Monte Ventoso, Franciaországban, ugye ez az Avignoni, pápa Avignoni fogsága, Petrarca az Avignoni pápaság embere, és elhatározza, hogy öncélúan semmilyen okból felmegy egy hegynek a tetejére.
Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, semmi ilyet korábban nem ismerünk. Természetesen jártak a hegyek tetején a hadvezérek, hogy belássák azt, hogy honnan támadhat vagy fenyegethet az ellenség, hol lehet megvédeni az állásaikat, de az, hogy valaki öncélúan megy fel a hegyre, azért, hogy, ahogy Petőfi mondta jóval később, onnan nézzen szerteszét, ez szinte teljesen ismeretlen. Pontosabban semmilyen korábbi forrásunk nincsen erről. Nem volt ez egy teljesen sikeres dolog. Nem lehet azt mondani, hogy a modern ember, mert végül is erre akarok kiukadni, hogy ez mennyire a modernséggel függ össze a tájtapasztalat és a tájábrázolás, hogy a modern embernek ez az első megjelenése, ez olyan egyértelmű, mint például egy generációval korábban Dantének az a híres sora, egyébként éppen a pokolban, hogy amit Ulisszesz mond, Odysseus, hogy gondoljatok az emberi erőre, nem születtetek tengni, mint az állat, hanem küzdni és haladni előre. Nem ilyen gondolatai voltak Petrarkának. Azért ment fel a hegyre, hogy ott a természetet befogadva megerősítse magát az Isten tapasztalatban. És ahogy akkoriban szokás volt, mindig volt nála egy kis könyv, az nagyon kevés könyv volt még akkoriban, Ágoston, Szent Ágoston. És Szent Ágoston vallomásait találomra kinyitotta ott a hegy tetején, és a következőket olvasta benne. Íme össze-vissza csavarognak az emberek, hogy megcsodálják a hegyek csúcsait, a tenger iszonyatos taréjait, a folyók roppant kanyargásait, az óceán tágas tereit, a csillagok futását, de magukra ügyet sem vetnek. Összeroppan. Egyetlen szót sem hajlandó szólni többet kísérőjéhez, öccséhez, és némán megy le, így fejeződik be ez a vállalkozás. És mégis ott van ez az első kísérlet, az első próbálkozás azzal, hogy a természetet, mint önálló tapasztalatot elkülönítsük más tapasztalatainktól, hogy a teóriát, tehát a természetből kiinduló egységes szemléletet visszavetítsük a természetnek arra a részére, amely éppen a szemünk előtt volt. Azért soha korábban, mint mondom, a művészetben önálló tájábrázolás, önálló természet költészet vagy tájfestészet nincsen. És maga a tájfestészet, az elkülönülő tájfestészet is jó 200 évvel később fog megjelenni, és mindjárt megmutatom azt a képet, amelyet talán az elsőnek lehet e tekintetben vélelmezni. Minden esetre hosszú idő telik el Giotto, Petrarca és a között még. Mutatok egy következő képet, ez Sienában van, talán sokan látták, sokan emlékeznek a jó kormányzás és a rossz kormányzás allegóriáira. A jó kormányzás és a rossz kormányzás áll szembe egymással. Ez történetesen a jó kormányzás egyik képe, ahol a városból kimennek a természetbe, amely rendezett, amely gondozott, amelyben a mezei szorgalomnak lehet a nyomait látni. Ugye itt földművelők dolgoznak, és mennek ki a lovasok a jól kormányzott város jól kormányzott vidékére. Ugye? Ez még itt nem lehet azt mondani, hogy a természet átveszi, a táj átveszi az uralmat
a művészi probléma felett, vagy a művészi probléma közepébe ez kerül. Nem. Itt a táj még mindig csak háttér, amely egy allegóriát a kép sorozat teljes összefüggésében a jó kormányzás allegóriáját akarja megmutatni. Mi az erdőtelen utasság? Tessék? Jobban működik, hogy nem erdőtelen, hogy képzőtelen. Á, milyen igazad van. Ez is valami hasonló, ez a Limburg testvéreknek, a Limburg fivéreknek az ismert hóráskönyve, rengeteg reprodukcióban ismert, és megint valami hasonló dolog van, egy jól kormányzott, biztos, erős vár, amelynek ott van a környezete, amelyben szorgalmasan dolgoznak a földművelők, és egy biztos, boldog élet mutatkozik meg benne. Na most erre teszem. Igen. És itt vagyunk annál a képnél, amelyet én az első önálló természetképnek tekintek. Albrecht Aldorfer, a nagy német festő, és a kép 1510-es. 1510-ben vagyunk, és a képnek az a címe, hogy Szent György a sárkánnyal. De ki látja itt, alig látható ez a kis Szent György és ez a kis sárkány, amely a kép előterében látható, hiszen a kép egészét az elragadtatottság, a német erdő iránti elragadtatottság tölti ki. Itt kezdődik el az a történet, amelyet el akarok mesélni. A német erdő, ez is megér egy misét, ugye, először Tacitus Germániájában jelenik meg az az ellentét, amely a római civilizációt és a germán barbárságot jellemzi. És a germán barbárság éppen azt jelenti a római civilizációval, amely persze hadra kell a germán törzsek ellen, azt jelenti, hogy a germán törzsek biztosan tudnak elrejtőzni, helyismeret, partizánháború, biztosan tudnak elrejtőzni a germán vadonban, a germán erdőségben, és ez a római civilizációval szemben biztos védelmet jelent neki. Ez a Tacitustól kezdve, ez a Germánia vadonjai, Germánia erdősége, ez mindig ott van a német öntudatban, vagy ott lesz a német öntudatban, a mi fáink, a germán tölgy, ugye? A német tölgy, a tölgyfalomb, ennek átkos és pozitív kicsengése van a történelem forgandóságában. Itt az elragadtatottságot látjuk, az elragadtatottságot a természet buja tombolásával és tobzódásával szemben, amelynek az előterében a tárgy ürügye szinte belemosódik az erdők hatalmas világába. Ugyanez az Aldorfer. Őt nevezném az első független tájképfestőnek. És itt látunk egy olyan képét néhány évvel később, 1516-ban vagy 18-ban, amelyben már nincs jelen a szent kép ürügye, nincs Szent György a sárkánnyal, nincs szent cselekmény, hanem önmagában válik érdekessé egy épület mellett egy roskadozó gyaloghíd, és mögötte a természet. És akkor itt volna érdemes elmondani, hogy a természethez való viszony a művészetben két irányt tud ölteni, vagy talán hármat. Az egyik irány az, amikor a művészet, mint egy a természet kutatásnak, a természet megismerésnek, és a természet gondos leképezésének a szolgálatába szegődik, és jól tudjuk, hogy ez néha hatalmas eredményekkel jár. Egy képbe megmutatni valamit, az néha a tudományt is
mérhetetlen előre viheti, mint ahogy látjuk ebben a, ezen a képen, ez Leonardo, aki ezt nem önálló műnek szánta, nem független tájképnek, noha persze mai szemünkkel iskolázván a 20. század legkülönbözőbb irányzatén értelmezhetjük úgy is, ez nem más, mint a hullámok áramlásáról szóló tanulmány. A hullámok áramlását mutatja meg itt Leonardo. És vannak festők, vannak művészek mindvégig a képzőművészet történetében, akik mint egy tudósnak tekintik magukat, tudós kutatónak tekintik magukat. Így nevezte például Turner, a nagy 19. századi elejé angol festő, a felhők kutatójának magát, és ne felejtsük el, hogy az a felosztása a felhőknek, amelyet a 19. század legelején egy angol kutató kezdeményezett, hogy három típusa van a felhőknek, a cirrus, a stratus és a cumulus, az mai napig is a meteorológia ezen ágának érvényes leírását adja. Ő felhőkutatónak tekintette magát Turner, és Leonardo, aki ugye hát tudjuk, hogy épp oly nagy tudós volt, mint amilyen nagy művész, itt egy áramlástani vizsgálatot végzett el. A tájkép története azonban halad tovább, és szembeütközik azzal a nagy kérdéssel, azzal a tulajdonképpen Arisztotelésztől örökölt hierarchiájával a művészeteknek, amelyben a cselekmény, a mese, mítosz, van a művészi ambíciók legfelső fokán. Utána következik a jellem, a karakter, és csak utána minden egyéb. És ennek megfelelően hierarchizálják téma szerint már a reneszánsz elméletírók, és aztán a franciák, Felibien, egyébként ennek e kép mesterének a tanítványa, hierarchizálják a művészeteket, a festészetet téma szerint, amelynek a csúcsán a történelmi festészettel, vagy történeti festészet, amelynek témája lehet ugye mindig emberi cselekmény, emberi mese, a Biblia, a mitológia, illetve maga a történelem. Utána következik a portré, ami a karaktert jellemzi, utána következik még mindig az emberi cselekedeteknek a szintjén a zsánerkép, a mindennapi életképei, gondoljanak a holland mesterek mindennapi életképeire, ahol például egy Vermeer képen a gazdasszony, a nagyságosasszony elszámoltatja a cselédet, vagy ahol egy cseléd éppen tejet tölt, és hasonlók, és csak azután következik a tájkép, és még a tájképnél is alább való a csendélet. Mert a tájkép, mondják, az élettelen természetet ábrázol, nincs benne az ember, és nincs benne az emberi cselekedet. Éppen ezért, akik ebben a műveltségben, ebben a tudásvilágban élnek festők, azok úgy segítenek magukon, hogy a tájképbe magába beleépítenek, mint egy színpadszerűvé teszik a tájat, és beleépítenek mitológiai, bibliai vagy valóságos történelmi történeteket. És ennek legnagyobb mestere a 17. század egyik óriása, Nicolas Poussin, akinek itt egy képét mutatom be. Ugye ez a képben a Piramus és Tisbe története látható, amely ha máshonnan nem, Shakespeare Szent Ivané álomjából mindenki előtt ismert. Ugye Piramus és Tisbe, mintha Rómeó és Júlia volna, két ellenséges családnak a gyermeke, akik történetesen egymás melletti birtokon élnek, amelyet egy hatalmas fal választ el egymástól, de a fal egy hasadékában, egy résén tudnak érintkezni, tudnak beszélni egymással, és halálos szerelembe szövődnek. Meg is beszélik, hogy kiszöknek a birtokról, és találkoznak egy forrásnál,
Ahova azonban Tisbé előbb érkezik, és egy rettenetes oroszlánnal találkozik, amely már jól lakott és nem éhes, ezért nem támadja meg Tisbét, de iszamos, vérmocskos szájával elragadja a fátylát. Tisbé elmenekül valamilyen rejtekhelyre, egy barlangba, és ekkor érkezik Piramusz. Látja még az oroszlán távozni, és látja szörnyű meglepetésére a véres fátlat, meggyőződik arról, hogy Tisbé halott, és ezért tőrét markolatig a szívébe döfi, és öngyilkos lesz. Ekkor érkezik meg Tisbé, aki, mint ezen a képen is látható, rettegve látja a iszonyatot. Ugye emlékeznek, ezek azok a szerepek, amiket a mesteremberek ki akarnak osztani a Szent Ivánné álomba, és az egyik mesterember, aki a legambiciózusabb, az még az oroszlán szerepét is akarja játszani, és innen van nekünk a magyarban az arany fordítása alapján a szokásmondássá vált, ide nekem az oroszlánt is, let me play the lion too. Ezt ábrázolja ez a kép, de persze nem ezt ábrázolja elsősorban, hanem a színt ábrázolja, a tájat ábrázolja, és a tájban egy óriási feladatot, amely majdhogy nem lehetetlen megragadni, nevezetesen a tájnak magának a mozgását, a vihart. Ez egy viharábrázolás. Nézzék meg, hogy a felhőket rettenetesen fújja a szél, és nézzék meg azt, hogy a távoli városba becsap egy villám jobb oldalon, és nézzék meg, hogy egy másik hatalmas villám már letörte a tó előtt álló fának egy igen vastag ágát. És itt látható az oroszlán, amely éppen újabb támadásba lendül, és az előtérben látható a szomorú jelenet. De a vihar a fenséges, és ez lesz a természetábrázolásnak, a tájábrázolásnak az egyik legfontosabb eleme. A fenséges fogalmába lehet ezt összefoglalni. Fenséges az, amivel összemérve magunkat jelentéktelenné válunk, eltörpülünk. Ebben az értelemben fenséges az ég Kosztolányi versében is, amely a maga végtelenségével és végtelen hatalmával törpévé tesz bennünket, és ebben a törpeségben felmerülnek azok a mély filozófiai kérdések, azok a dadogó és egyszerű filozófiai kérdései a filozófiának, hogy mi végre, mi a lét értelme, és így tovább. Ez fenséges ábrázolás. De van a képen egy hiba. Van a képen egy hiba, ami nagyon érdekes és nagyon feltűnő. Nevezetesen az, hogy ebben a tomboló viharban ott van a tó, és a tón semmi sem rezdül. Ugye? Na most hibák léteznek a festészet történetében, megmutatom a leghíresebb hibát. Bruegel Parasztlakodalom című képe, amelyben a piros zekés férfiúnak három lába van. Mert itt van egy lába, itt van egy lába, és itt van egy lába. Bruegel szemmel láthatólag nem tudta eldönteni, hogy előre guggolva fogja ezt a dolgot, vagy pedig hátra lépjen, és figyelmetlenségében mind a kettőt megfestette. Visszatérek akkor most, visszatérek Poussin képére, és felteszem a kérdést, hogy hiba ez, vagy nem. Nem lehet persze eldönteni, hiszen nincsen. Poussin írt, és az egyik legmélyebb festő gondolkodó volt, de erről a problémáról soha nem írt. Úgyhogy vagy azt gondoljuk, hogy ugyanolyan hiba, mint Bruegel hibája, de azt is gondolhatjuk, hogy a kép centrumában ez a rezzenetlen, tiszta és mindent visszatükröző tó, ez tulajdonképpen magának a festőnek a szeme, magának a festőnek a,
az identitása, amelyből kisugárzik a kép, és ebből a nyugalomból, ebből a végtelen fegyelmezettségből, pusztán a festészet történetének legfegyelmezettebb és legműveltebb festői közé tartozott, ebből alakul ki ez a kompozíció. Mindenki maga dönti el, hogy lehetségesnek vagy értelmesnek tart-e egy ilyen magyarázatot. Én azt gondolom, hogy valami ilyesmire kell gondolnunk. Majdnem egyidős Poussinnel Claude Lorrain. Mind a ketten franciák, és mind a ketten Rómában élnek. Őket, kettejüket lehet a 17. században a tájképfestészet nagy kibontakozása két mesterének tartani, méghozzá amikor a 17. és főleg a 18. században a művészet filozófia két alapfogalmává válik a fenséges és a szép, a szépség, mint a művészet célja, de ami mellé felzárkózik a fenséges, mint egy másik lehetőség, a művészi képeknek másik lehetősége, akkor sokan ezt éppen ezzel a két festővel értelmezték és magyarázták meg. Poussin az, aki a természet szépségét, a világ szépségét tárja a szemünk elé. Soha nincs éjszakai képe, egyetlen viharos képe nincsen. Mindig hihetetlen béke és harmónia van a képein, és idillikus az ő tájfestészet, ellentétben Poussin vad, szenvedélyes fenségességével. Ez drezdai kép, például mint a drezdai képtárban van időtlen idők óta, már a 18. században is nagyon fontos képnek és nagyon jelentős képnek tartották, és Átisz és Galateát ábrázolja. A témákat, a mitológiai témákat nagyon, nagyon gyakran veszik Ovidiustól, vagy más latin autoroktól. Átisz és Galatea története az, hogy Galateát, a szép nimfát, Polifémosz, az egyszemű óriás akarja hitvesévé tenni, ugye Polifémoszt az Odisszeiából ismerjük, és ő azonban Áciszba szerelmes, Polifémosz hihetetlen düreg gerjed, amikor inflagranti éri őket, és igen, nagyszerű, és hatalmas kövekkel lesújt Áciszra, aki a tengerszorosba fullad, és ott átváltozik magává ezzel a tengerszorossá. Ezért átváltozások, metamorfózész, Ovidius. Ez látható ezen a képen. És ha valaki jól megfigyeli, akkor itt van Polifémosz, megmutatom nagyobbba. Kicsit arrébb megyünk, akkor így közel hozható. Ott van furcsa egy szemével, mint egy antik folyamisten fekszik, és szörnyű bosszút forral. Ugye van ebben tragédia, ebben a képben, a történetben, és mégis minden a tökéletes nyugalmat árasztja a képen. Olyannyira, hogy Dosztojevszki számára ez volt az aranykornak a nagy példája. Annyira, ugye ő élt egy ideig Dresdába, gyakran nézte ezt a képet. Annyira fontos volt neki, hogy két nagy regényében, szinte ugyanazokkal a szavakkal írja le ezt a képet, az Ördögökben és a Kamaszban, és még egy külön egy híres novellájában, az egy szerencsétlen ember álmában is. Tulajdonképpen erről van szó, amikor az aranykorról beszél. Számára ez a kép volt a példája, szimbóluma és eleven megjelenítése az aranykor, az emberiség a múltjába visszavetített utópiájának. És ezzel már is tudunk választani egy lehetséges funkciójára a tájképnek. A tájkép ugyanis tájat mutat, tájat, amelybe kimegyünk, mindig kimegyünk a tájba. Ugye a földművelő, amikor a földet műveli, nem tájban van
hanem egy munkaterületem van. A stratéga, aki mérlegeli a védelem és a támadás lehetőségeit, nem tájban van, hanem ebben az ok és okozati viszonyban. A geológus, aki a táj keletkezését, gyűrődéseit, rétegeit vizsgálja, megint csak nem tájban van. Tájban van az, aki kimegy oda, aki nem akar semmit, semmilyen célszerűséget nem akar, és ezért olyan filozófikus tulajdonképpen a tájhoz való viszonyunk, mert kilép a célszerűségnek az okokozati viszonyából. Ehhez azt is hozzá szeretném tenni, hogy noha előbb említettem, hogy a tájfestők között voltak, akik természetkutatóként értették, természettudósnak értették meg magukat, mégis világos, minden táj a ptolemaioszi világot ábrázolja. A ptolemaioszi világot ábrázolja, amelyben a Föld nem forog, amelyben a csillagok valóban fölöttünk vannak, és kis pislákoló vagy fényes testekként mozognak, amelyben a nap lemegy, és amelyben a nap feljön. Ez a ptolemaioszi világ, a tájkép világa, és azt kell mondanom, mindannyian fél lábbal a ptolemaioszi világban élünk, hiszen a tudásunk megvan arról, hogy a Föld gömbölyű és mozog, de most mégis úgy érezzük, hogy áll. És hadd mutassak még ugyanebből a korszakból egy harmadik lehetőséget. Ez egy a kultúrának egy különböző földrajzi tengelyei vannak. Ma leginkább kelet és nyugat tengerről beszélünk, de ebben a korszakban a 16., 17., 18. században a kultúrának egy sokkal élesebb elválasztó tengelye volt észak és dél. Észak és dél, még a 19. században is, ugye az a Drang nach Süden, a vágy a dél iránt, ugye, ami Goethénél olyan erős, ismered-e a hont, ahol a citromok virágoznak, énekli és kérdezi Mignon a Wilhelm Meister tanulóéveiben. Nos, nagyon érdekes, hogy a mindig cselekményt, mindig elbeszélést, mindig történetet ábrázoló olasz festészetbe két francia hozta be a tájképet, mint önálló, mint független műfajt, de ugyanakkor ez a két francia alkalmazkodott a déli elváráshoz, a történethez, az elbeszéléshez, amennyiben mindig beillesztette staffásként, kicsi figurákként, de staffásként ott van a történeti elbeszélés. Lehet tájképnek és lehet történeti képnek is tekinteni. Mi úgy érezzük, hogy ez egy színjáték, és a színjátékban maga a táj kerete az, ami döntő. Elbeszélés, ez a délnek a elsőrangú művészi eszköze, egy történet elbeszélése. Észak, Hollandia, Németalföld, a leírásé, az elbeszéléssel szemben a leírásé, és ez Ruiz Dél, aki az egyik legnagyobb tájképfestő volt, és eztán az egyik legismertebb képe két változatban is ismeretes, a zsidó temető. A zsidó temető, amely valóban egy sokkal pontosabb tájleírást ad, mint amit eddig láttunk, amely nem akar idealizálni, nem akarja, nem az az eszménye, hogy a fenségest vagy a szépet megmutassa, hanem a tájat és a tájba beilleszkedő és szinte tájjá váló romokat vagy más ember által alkotott egykori emlékeket, nem véletlen, hogy itt egy temetőről van szó, ez maga is tájjá válik, így mutatkozik meg, és így jelentkezik az északi tájfestészet. De ha megint tovább megyünk egy lépéssel, ezt is egy kicsit nagyítsuk fel, akkor itt vagyunk 1810-ben, kicsit annyiban csal ez a kép, hogy
hogy hát ez magának a mesterének a életművében is egyedülálló, ilyen bátor képet ő maga soha többet sem előtte, sem utána nem mert festeni. Ez az úgynevezett szerzetes a tengerparton Caspar David Friedrichnek, a nagy német festőnek a képe az 1810-es évekből, amelyben szinte azt lehet mondani, hogy Vörös Sándor írja majd Egri Józsefről, hogy fent egy nagy semmi, lent egy nagy semmi. Úgy látható ez a puha, majdnem vattaszerű dűne, amelyben ez a hosszú ruhás ember áll, akit egyébként szerzetesnek nem maga Caspar David Friedrich, hanem a egykori befogadók neveztek el, és akkor ott van a tenger végtelenje, amely azonban szinte nem tudjuk megmutatni a pontot, hogy hol különül el, hol nincs horizont, ugye világos, hogy ezen a képen nincs horizont, hogy a tenger hol különül el az égtől, hihetetlen bátor kép. És nagyon érdekes a történetében, hogy nem is olyan régen kimutatták röntgenfelvétellel, hogy a kép bal oldalán hajók és csónakok álltak volna, de Friedrich megértette egy zseniális pillanatában, nagyobb zseni volt ebben a képben, mint bármikor máskor életében, hogy le kell törölni azokat, hogy csak néhány sirályt, amelyet nehéz megkülönböztetni a haboktól, csak néhány sirályt tudna emellett az ember nélkül, emellett az ember mellé tenni ezen a képen. És amikor ezt Berlinben bemutatták, egy berlini ilyen képbemutató, meghívták, és maga a király, a trónörökös javaslatára megvásárolta ezt a képet. Ritka pillanat, hogy egy ilyen bátor kép egy ilyen magasrangú mecénást elragad. Akkor a kor egyik legnagyobb írója, a romantika egyik nagymestere, Tieck, írt erről a képről egy értelmezést, ahol ő maga is, Tieck, talán ennek a képnek a hatására eljutott valami olyan elképesztő állításig, amit 100 évig még utána senki nem mondott és nem gondolt, mondván, hogy ez olyan ez a kép, mintha levágott szemhéjjal kellene néznünk. Döbbenetes dolog, ugye ez majd Bunyuelnél fog megjelenni 100 év múlva a borotva, ami közeledik a szem felé, a levágott szemhéjnak a képe. Hadd mutassam meg, hogy egy példán azt visszamegyek, egy példán szeretném megmutatni, hogy ez megint egy Claude Lorrain kép. Ugye látják, hogy maga a beállítás az eléggé hasonló. Ugye itt ez a Ezékiel, ugye az egyik kis próféta, Ezékiel siralma Tírus romjainál. Tíruszt Isten megbünteti, összerontja ezt a büszke és nagyvárost, és Ezékiel írja le az Ószövetségben a maga jajszavát erről a városról. Ugye itt is mondjuk formálisan annyiban hasonló a kép, hogy egy hosszú lebernyegű ember áll a tengerparton, nem teljesen magányosan, hiszen a csónakban is ülnek, és a pásztorok is vannak a kép körül, de mégis magányban, ahogy eltekint mindenkitől, és ott van egy rom, és ott van a végtelen tenger ezúttal éppen naplementekor, alkonyatkor. Nagyon világosan látható, hogy mi történt itt 150 év alatt. Bár még sokat kell várni, hogy ez a fajta Caspar David Friedrich féle kép szerkesztés, ez teljesen evidensé és elfogadhatóvá váljon. Ez pedig a beköszöntő 19. századnak az egyik híres és jelentős képe, ugye gőz, eső, gőz, sebesség. A The Western Railway, ugye a nyugati vasút. London van a háttérben, amelyből kirohan
hatalmas sebességgel, akkoriban elképzelhetetlennek tűnő sebességgel a vasút, és megint csak az történik, hogy a tárgyi világ hihetetlen mértékben redukálódik, ugye a gőz és az eső az összemosódik a képben, a foltokat látunk, és mindez megint csak megjövendöli azt, ami ugye a 19. század második felében a tájképfestészet, az önálló, most már figurátlan, staffázs nélküli tájképfestészetnek a nagy korszaka lesz, az impressionizmus, és hát Cézanneben mindennek csúcsa. És még valami van ebben a képen, nevezetesen az, amit ugye a festészet nem szokott tudni ábrázolni, az időt. Ugye? Hogy itt magában a térben az előre haladó, előre rohanó vonat érzékeltetni tudja az időt. A tér idővé válik, és az idő térré. Monet. Itt van egy különös képződmény, egy különös sziklaképződmény a normandiai tengerparton, amely festők tömegeit vonzotta ide, és maga Monet számtalanszor megfestette ezt az Etretat nevű helységnek ezt a különleges sziklaképződményét. És ha megnézzünk egy következő képet, akkor megint csak visszamegyek Claude Lorrainhez, megint csak egy hasonló sziklaképződmény, és egy egészen más világ, megint csak egy mitológiai történet, ezúttal holdkelte, és a hihetetlen béke, hihetetlen harmónia árasztása. Ezt pedig ezt nagyítsuk fel, ez ugye Cézanne egyik legfontosabb és leg... Ezt a képet lehetett látni a budapesti Cézanne kiállításon is, ami az egyik legnagyszerűbb kiállítás volt, ami valaha is volt Budapesten. Ugye egy fának a keretében ott van az a hegy, amely... Cézanne mindig látott az ablakából, amelyet százszor és százszor festett meg. Nem tudta megunni, és mi sem tudjuk megunni, mert mindig új és új oldalait mutatja meg. Távol minden naturalizmustól. Ez nem naturalizmus. Itt nem a natúrát másolja. Nem utánozza a natúrát, hanem mint egy újra költi, lát valamit, lát egy természeti képződményt, és ezt a természeti képződményt hiába áll a természetben, hiába kint fest, bár legtöbbször a műtermében festett, akkor is újjá alkotja, egy új kompozícióba helyezi, ami teljesen a sajátja, és amely minden fényképszerűségtől, minden fényképszerű naturalizmustól távol tartja őt. Ehhez a képhez és a három következőhöz egy kis bevezetést szeretnék tenni. A tájkép úgy tűnik, hogy sok tekintetben kimerítette a lehetőségeit és a határait. A 20. század legnagyobb művei már nem tájképek. A Cézannal talán a csúcsra és a tökélyre ért a tájképfestészet, és ha nem is fogadunk el egy unilineáris vonalat, vagy unilineáris elemet a képzőművészet történetében, akkor is azt kell mondanunk, hogy hihetetlen gazdagságban mutatkozott meg három századon keresztül a lehetőség. Van egy olyan elmélet, amely azt állítja, hogy az absztrakt festészet a tájképből keletkezett, a tájképből a táj elemeinek egyre inkább való redukálásából, egyre inkább való a felismerhetőségnek, a natúra
által való felismerhetőségnek a tereptárgy, a természeti tárgyból való felismerhetőségnek a csökkentéséből. És ez a sorozat, amit most megmutatok, ez erre példát mutat, ez Piet Mondrian. Piet Mondrian az absztrakt festészet egyik nemzőatya és keletkező. Nézzék meg, világosan látjuk, mit ábrázol a kép. Egy fát. És nézzék meg ezt. És nézzék meg a következőt. Igen. És akkor látják, hogy legalábbis ezen a példán, Piet Mondrian munkásságának a példáján igazolható ez az elmélet. Igazolható ez az elmélet, hogy ezen a képen, amely már nyilvánvalóan absztrakt képként nem azonosítható tárgyú, nem lehet azt mondani, hogy fa, ebben a genezisnek a feltárásában, vagy bemutatásában mégiscsak világos, hogy miből redukálódott ez a művészet. És akkor, ha az előbb azt mondtam, hogy a tájfestészet sok tekintetben kimerítette a lehetőségeit, akkor viszont hozzátenném, hogy született egy új és nagyon jelentős művészet, a Land Art. A Land Art, ez ma már nincsen meg ez a mű, ez ugye egy felhordott, hatalmas móló ebben a csiga alakban, amely az egyik korai kezdeményezése volt a Land Artnak. Ez a Krisztó házaspárnak, ugye, akik beburkolják az épületeket, a Krisztó házaspárnak a Surrounded Island című műve, amely, hát ezek ideiglenes művek természetesen, a San Franciscó-i öbölben a szigeteket körbevették ezzel a rózsaszín anyaggal. És végül az utolsó kép, ezt is nagyítsuk ki. Ez egy nagyon jelentős magyar mester, Bukta Imre, és a legutolsó a műcsarnokbeli kiállításán volt látható. Nem teljes az élmény annak alapján, amit itt látunk, ugyanis ez egy videómű tulajdonképpen. Ezek fák, amelynek látjuk ugye az évgyűrűit, illetve a repedéseit, de ezeken a repedéseken egy-egy videó monitor van ráhelyezve ebben az alakban, amelyeken ütemesen újra és újra egy-egy csepp esik le, esőcsepp. Ez egy nagyon hatásos és nagyon jelentős és nagyon érdekes mű, mondom, így nehezen érzékelhető, talán videóban inkább lehetett volna érzékeltetni. Jó, végigmentem egy rövid történetén a tájfestészetnek, és nyilvánvalóan nagyon sok vonatkozásáról nem beszéltem. Nem beszéltem a politikai vonatkozásairól, hogy a tájképeknek van politikai történetük is. Ott az elején azoknál, az első képeknél, amikor a hatalomról volt szó, a jó kormányzásról, az erősített vár körüli tájról, akkor el lehetett volna onnan indulni egy másik történet irányába, a tájkép politikai történetének az irányába, és akkor eljuthattunk volna mondjuk a 19. századba ahhoz az ausztrál festőhöz, aki egy új-zélandi maori törzsi gyűlést szinte Claude Lorrain modarában ábrázol, és értelmezhettük volna úgy, hogy ez tulajdonképpen az, hogy egy benszülött gyűlésben megjelennek a pátosz formái egy európai művészetnek, ez tulajdonképpen valamilyen értelemben a kisajátításnak, a kolonializmusnak a képzete. Tehát van politikai története is a tájképfestészetnek. Van
egy olyan története is, különösen kezdetben, hogy a tájképek a térképet helyettesítették, hogy azért rendelték meg őket, a térképszerűsége. Van egy iránya a tájképfestészetnek, amely a térképek irányába megy el. Sok minden fele lehetne elmozdulni. Én ezt a filozófiai vonalat, vagy filozófiai utat követtem, amelyben a táj szembesül, vagy szembesít bennünket életünk legnagyobb kérdéseivel, és akkor még csak egyetlen kérdésre kell, ha nem is tudni választ találni, hiszen itt is sok lehetséges válasz van, de legalább egy lehetséges híres választ ismertetni, hogy miért mégis ilyen későn jelent meg az önálló táj. Schiller az, aki erre válaszol, az ő egyik híres tanulmányában, a naív és, naív és szentimentálisról szóló tanulmányában, amely ellentétbe állítja a régieket és a moderneket. Ugye itt a modernek nem abban az értelemben értendők, mint kortársak, hanem a modern kor, amelyet kezdhetünk a reneszánsztól, vagy a 18. századtól, különböző megfontolások alapján. Schiller minden esetre híresen azt mondja, hogy a régiek naívok voltak, mert ők maguk voltak a természet. Az újak, a modernek, mi szentimentálisak vagyunk, mert keressük a természetet. Mert elveszítettük a természetet, már nem mi, nem élünk benne a természetben, nem mi magunk vagyunk a természet, és ezért keressük a természetet. Ez egy gondolati figura, amit Schiller kezdeményezett, és amelynek hát a története hihetetlen ismert, és a mai zöld mozgalmak is táplálkoznak belőle, és romantikus gondolatok és romantikus eszmék végtelen sora keletkezett ebből. Nem hiszem, hogy ez a végső igazság, de az bizonyos, hogy ez a keresés megtalálta a maga helyét, és a helye éppen az esztétikában van. A természet keresésének a helye, erre szolgál a tájképfestészet, és erre szolgál a tájképköltészet, amelyről ma nem beszéltem, de azért meggondolhatjuk, hogy ez is a nemzeti büszkeség egy része, hogy a legnagyobb tájképköltők egyike éppen magyar. Petőfi életének a csúcsai azok a hatalmas tájversek, amelyek, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor azt láttam, hogy miközben érettségi feladat és tényleg gimnazista tudás, hogy nagy tájköltő volt, de tulajdonképpen erről még soha egy monográfia nem született Petőfi tájköltészetéről, ami meglehetősen érdekes. Minden esetre, amikor, vagy egy későbbi költővel, egy vers címével szóljak, magyar táj, magyar ecsettel, ez a probléma megjelenik számunkra, akkor a Petőfi féle tájak vannak előttünk, akkor is, ha nem osztjuk, nem értünk egyet vele abban, hogy mit nekem te zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája, tán csodállak ám, de nem szeretlek, képzetem hegyvölgyedet, nem járja, lenn az Alföld. Nos, ez a lenn az Alföld, ez lett a magyar táj. Véletlen ez, hogy így történt, Petőfi hatalmas ereje és véletlenszerű ízlése, születésének véletlene. Ez lett a magyar táj, Petőfi tájja, és ezzel csak arra akartam utalni, hogy a táj jelent valamit azon túl is, amikor kimegyünk a tájba, és szembesülünk életünk filozófiai problémáival, jelent valami bensőségeset, valami otthonosat, azt, amit felismerünk, azt amit azonosítani tudunk magunkkal. Köszönöm szépen!